Tisztelt barátaink! Hova tovább egy éve tombol Magyarországon a koronavírus járvány, és még nem látjuk, hol ennek a vége. Ezen közben Magyarország, Magyarország népe, főképpen a magyar dolgozók és családjaik elképesztő áldozatokra kényszerültek. A kormány viszont ezeket az áldozatokat elvitte a gazdagok, még pontosabban a saját gazdagjainak az oltárára. Magyarország az egyetlen a kelet-európai régióban, ami lényegében nem emelte a minimálbért, mint Szlovákiában, mint Lengyelországban kétszer, hanem háromszor akkora mértékben emelkedtek a bérek. Nos, az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom pont ezért akarja, hogy igen, végre tegyünk rendet, és Magyarországon 200 ezer forint nettó legyen a minimál bér, hiszen az hajtja fölfele majd az összes többit. Na ja, hogy a gazdagoknak így majd kevesebb jut? Hát nekik is kéne valamekkora áldozatot vállalni. Mi veled vagyunk, mi veletek vagyunk, és elég tételt akarunk azért a szociális válságért, ami itt kibontakozott Magyarországon.